kötelessége, hogy szülővárosát szeresse, óvja annak értékeit, emlékeit, történelmét, és megismertesse mindazokkal, akiket érdekel és tartja figyelmet. Tegyük a kezünket a szívünkre, és próbáljunk őszintén és igaz módon felelni arra a kérdésre, hogy vajon jó lokál patrióták legyünk. Ha mélyebben beletekintünk Léva történetébe, megszámolhatatlan példáját látjuk annak, hogy a lelkesedés és a szeretet mennyi felbecsülhetetlen értéket hozott létre a jövő generációban. Léva gazdag múltjával és történelmi emlékeivel a régió legjelentősebb városai közé tartozik. Csak rajtunk áll, hogy becsüljük meg azt a hozomány örökséget, amelyet őseink adták. Nevüket olyan eseményekkel kapcsolhatjuk össze, amelyek jelentősen formálták Közép-Európa a történelmét és a történelem könyvekben. Kovári István tagadhatatlanul része lett a történelem nagy mozaikjának, amelyet személyiséget és események alkottak. Városunk mozaikja is immár szinte teljes. Egy fontos kockája ez az emlékhely, amely mai nappal új, megérdemelt fontosnak. Olyan embernek állították, akinek jellembeli tulajdonságait a következő szavakkal lehet kifejezni. Határtalan hazaszeretet, hősiesség, odaadás, katonabecsület és áldozatkészség. Olyan családból származott, amelyben a fiúk nevelése ezeknek az értékeknek jegyében volt. 1616-ban született, de már kisgyermek korában árvaságra jutott, neveltetését Eszterházy Dániel lovagra bízta. Elődei példaképe alapján ő is katonai pályára lépett. Fülekvárának örökös kapitánya, valamint Csábrági és Szitnyai vár ura lett. A török ellenes harcok korában élt, melyben a családtagjai hülyen és becsülettel szolgálták az uralkodót. 1661-ben Bonk megye főispáni címét is elnyerte, a később öröklődött Képiágon családban. 1664-ben tábornagy, valamint a Közép-Szlovákia bányavárosok főkapitány. Még ha nem is volt túlságosan lelkes a kitüntetését, 1664-ben a császár parancsára csapatkozott Deszüsi csapataihoz, és pontosan emehelyen harcolt a törökök elleni csatában. A lévai csata 1664. július 19-én számára végzetessége. Szinte az elsők között esett el 7 sebzőrévezve. Nem jutott el a lévai várba, sem a háladó istentiszteletre. Testét, amelyet a garankeszői határban találtak meg, fia a Szent Benedeki apátság templomába szállította, majd harmadnak a családi fészekbe a Csábrádi várba vitette. Kohári István fiatalon, alig 48 évesen, úgymond a legjobb éveiben halt. Szerető feleség és 6 gyermek várta. A csatatérről, amely itt terül el, már sohasem jutott haza. A lévai csata, amelyben fényel győzelmet aratott a császári csapat, neki köszönhetően is döntő jelentőségű volt az oszmán-magyar történelem jövőjét illetően, valamint Léva város szempontjából is. Ez a hely nem csak a Kohári család emlékében él, a következő generációk számára is fontos volt. Megélt azonban kevésbé kecsegtető pillanatokat is. A Bars heti lap 1909. július 14-i számában ez olvasható. Idézem. Épp érzékkel bíró ember, akinek szeme is van, meg orra is van, akinek lelkében él az ősök emléke, ősök emléke iránt való tisztelet, csak felháborodással hathatja el az emléket. A bokrok leképve, az utak illen helyett gyanán kezelve, az emlék fűtéből a szemképet kitépve ízléstelenség és kegyelet hiány, amit okolni. Tudtunk el az emlékhelynek alapítványának, ki kezeli azt, és a megbízott miért nem teljesíti ezt az emlék kötelességszerű gondozását.
Tegye rá a kezét a város a pohári emlékre. Hozza rendbe, ha nincs rá fedezet közadakozásból. Vagyunk olyan hazafiak, hogy tudunk áldozni az emlékre, ha szükség van rá. S mivel pohári kápolnának ismeri városunk közönsége az emlékoszlopot, s a hívő nép megemeli előtte kalapját, ha oda megy, állítsunk oda a megye bevonásával igazi kápolnát, ahol a hősök lelkéért évenként isteni tiszteletet tartassunk. A vallásos érzelem felhasználása nagyon alkalmas hazafias érzelmű intézításának nevelésére. Idézett vége. A cikk mély felháborodást váltott ki, de egyben tetre sarkalta a révajakat. 1909. augusztus 1-én a Darsban már ezt olvashatjuk. Idézett. A Dars ismételt felhívására a pohári emlék gondozását a város vette kezébe. Helyesen és okosan tette. A hely tiszta, a botrok a lehetőség szerint rendben vannak hozzá. Reméljük, hogy a poháriakhoz méltó emlékről is fog gondoskodni városunk közönsége. Tegye le a város ezt a hazafias ügyet egy bizottság kezébe, lesz pénz is, lesz emlék is, lesz pohári kápolna. Idézetnek vége. Amint látjuk, évek teltek el, míg egy újabb társaság, ebben az esetben a Lévai Városszépítő Társaság fogadta el a kihívást. Munkájuk eredménye magáért beszél, amiért óriási köszönettel tartozunk. Reméljük, igyekezetükben nem maradnak magukra, és az igazi lokálpatrióták száma évről évre nőni fog. Újra Vörös Máriki szavaival élve, egy jó adság, tétű munka volt. Köszönöm.